Szeretném akkor bemutatni a teammate csapatát. Prisma lesz majd Ragnaros, ő nyomja a sebzést. Glarung lesz majd Artanis, aki szintén a sebzést oldja meg. Dubs a healed Regárral. Justing a frontline-ban tölt be szerepet ECC-vel, és Yoda lesz az Arcane Mage Liminggel. Még tudod, a Dignitas közül Snitch Arthas-szal fogja frontline tolni, még GPL mellette Tyrael-lel, Bakery heal-el és tartja életben a csapatot Malfurion-nal, Zayla Tracer, erre sokat vártunk, és Mene Gul'dan-nal. Tracer-t teszem mostanában. Mai nap még biztos nem, tegnap sem láthattunk túl sokat, maximum egyet vagy kettőt. Nem, tegnap is egész, az összes Dignitas meccsen könyörögtünk, hogy Zayla Tracer-t szeretnénk már látni, de végre itt van. Úgyhogy megcsodálhatjuk, hogy milyen is egy magasabb szintű Tracer játék. Teszed el a shield nélkül. Az részben mindenképp kiemelendő, hogy egy kicsit kockázatos lehet. Ha megkapna például egy 16-os slow totem lassítását a regától, az már viszont nagyon fájna. De mint ahogy Karci barátunk emelte ki, a legjobb játékos a Gul'dan lehet, mert ó, de jó volt Narunx csúhúzása a GPR-re. Elég is sok HP-t veszi, de viszonylag sokáig is marad benne. Igen, ebből jobban kijött a témét egy kicsivel. A Gul'dan szeretem volna említeni, hogy a Horrify nagyon sokat változtathat a felálláson. A Horrify rettentően szét tudja szórni az ellenfél csapatát, ráadásul, hogyha nagyon jól időzítenek vele és jó helyre megy, akkor egy-két killt össze is lehet vele szedni azonnal, mielőtt elkezdődne a harc. Vagy éppen egy Bloodlust-ra elnyomni. Annyira jó diszengés lehet vele csinálni, hogy a Bloodlust miatt gyorsabban is futnak, hirtelen szétszalad mindenki minden irányba, és túl messzire jutnak egymástól. Érkeznek az immortálok, meg is kezdi a vezetést a Dignitas Tracerrel. Zayla ugye beavitt egy kisebb adag sebzést a fenti immortálba. Hát újra a védekezés lenne a lényeg. Nagyobb verseny nem alakulgat ki, inkább csak a zónázgatás. De Dignitas oldalról jobb a szók és jobb a XP gyűjtése. Justin csúszott be, JPL pedig dobta el a kardot és ment utána. Viszont Zayla nem hagyja levegőhöz jutni a teammate csapatát, mindig muszáj visszamenni. Közben Snitch-et elkapták, Snitch nagyon mélyen van, de talán nem. Justin elkapta egy nagyon jó csúszással, és így meg is halt Arthas. Ember előnyben a teammate. Yoda volt az, aki befejezte egy Arcanorval. Finishing. Tisztek. Mortal Kombat. Gyorsan ki akartam mondani. És vezet a Team Dignitas. Bármint nem killben, de sebzésben mindenki. Egyelőre igen, lévén, hogy a teamét hiába volt emberfölényben, nem maradt elég HP a két tanknak frontline-ba, hogy be tudjanak menni négy ellen az immortál alá. Zayliát kell dicsérni, nagyon jól dodzsolgat. Erre pont bekop egy teljes missile kupacot. De tény, hogy nagyon jól csinálja. Nem ritkán találják el az Arcanorbok. És kult szerepet jelenthet a meccs során. Egy JPL került összetűzésbe Justin Guy, de a két csapat visszavonulót fújt. A Dignitas indul meg a teammate Immortál ellen. Zayla továbbra is nagyon jól sebezgeti az Immortált. Hol belekóstol egy kicsit, de szép lassan így el fogják tudni hozni a teammate immortálját. És P, mint Prisma. Prisma az, aki jól tud farmolni toppon és gyűjti a stacket. Pau pau pau, GPL-nek ott a kart el tud mondni és el is ugrott. Sokáig marad benn GPL-lel, túlkockáztatja a dolgot. És azt képest, hogy az eltűnés a több sebzése, el tudják veszíteni az első kört az immortállal. Snitch! A kékhajú srác, bármint nem Arthas, hanem Snitch hagyja ott a fogát és kap egy pár másodperces pihenőt a túlvállalás során. Nagyon csúnyán elszámolta magát, azt hitte, hogy a teamét nem fogja észrevenni, hogy őt kacérkodik az immortállal. Így rögtön 5 az egy ellen helyzetben találta magát. Jodaék szépen védik, nem engednek a közelbe se senkit, és mind a két oldalon
könnyen szerzik az XP-t. Sőt, az Illyának kell védekeznie, aki nagyon rosszul tud wave clear-elni a Tracerrel. De közben teamét rámozdult a Dignitas immortáljára és át is vették a vezetés. Jelen pillanatban, amikor felezésnél helyet cserélnek az immortálok, a teamét immortála jobb helyzetben van. Most meg fog indulni a verseny a két csapat között, hogy ki tud több damage-et kiosztani. Egyértelműen a Team 8 csapata, hisz nekik erre épül a kompjuk. Ők is szerzik meg. Tehát az első immortál a Team 8 csapatát fogja támogatni a lenti lénen. Bár nem szidnám a Dignitas-t ezért a döntésért, hogy nem védekezett. Két okból is, az egyik az, hogy legalább izgalmasabb a meccs, és nem állandóan csak a védekezés. De viszont így egy előre tolt védekezésük volt, így már is leesett a shield a Immortalról, és könnyebben lehet védeni. Szép játék. Hát még hozzátenném azt is, hogy elég sokáig elhúzták az időt, és ugye az Immortal miután leéled nem lesz erősebb. Tehát ez egy 3 vagy 4 szint, amikor jön az első Immortal, olyan szinten van, azóta ők már 7-esek. Így van. És Artanis ugrik rá GPR-re, de igaza van, hátra kell menni. Sokkal több a sebzés Dignitas oldalon. Laurum ugrik vissza, és nagyon jól kicselezte a Team Dignitas csapatát. Még a Dignitas full HP-n a teammate. Szegényes HP-val visszavonul. Hát Régár azért már dolgozik, Buds dolgozik az anya csapat újra, elég HP-val rendelkezzen egy összetűzéshez, de a Dignitas végül nem tudja elhozni ezt a Mercenary Campet, nem vállalják be, kockázatos lenne. Topon Snitch hozott el egy jó campet, és tette, és Prisma lehet bajban, a slow rajta van, de ez Snitch nem vállalhatja túlságosan túl, mert a tornyok felé van a töltésre, és meghalna. Len JPL próbálja a teammate-et elijeszteni, hogy bizony látják őket, de hiába nem érkezik a csapat, így a teammate viszi el a lenti mercenary campet. Jobb a push egy kicsit a teammate-nél, ebben is jeleskedik, és nem volt elég a Zélia sebzés Tracerből Prismára, de ahhoz elég, hogy hazamenjen, és így az XP-t elbukják a felső lénen, ezért is orientálódik mindenki topra. Közben a két csapat tükörfordításba ismét szerzi a mercenary campeket, de a Dignitas egyenlőre nem veszi föl. Majd valószínűleg most fogja a Malfurion elindítani, nem sokára. Ugye az lenne a tökéletes, hogy akkor jöjjenek ki a campek, amikor már a boss is ott van. Artanis a kicsit nem nagyon figyeltem, és jelen se elhozta a campet, bár jó időzítés volt rá. Prisma lehet bajban, ugye menekülő képesség nem nagyon van a tarsajdon, max ilyen speed növelés. Artanisnak sincsen már semmije. Vissza is kell menni. Jól jön ki ebből a Team Dignitas. Jó, Zélia megint nagyon jól hozza a Tracert és lefél HP-z a Glaurungot. Úgyhogy őt egy Malfurion Heal vissza is töltött maxra, viszont érkezik Justin, de Zélia el tud ugrani. És újra jó a sebzés a teammate-től, az Immortalra. De viszont megjött a Heroic Ability ideje. Ancestral Healing Morspit. A Sugar, a Wave of Force és a... de gyorsan akartam mondani. A Ragnaros Stun. Super Smash. Ja, tudod, egy agresszívabb Malfurion-t láthatunk a Twilight Dream-mel. És ott kijött a Horrify, szétszórva a teammate csapatát. És nagyon jól is csinálták. Teammate-től esett Régár, Buds halott, nincs healer, a Dignitas nagyon nagy fölényben. Nagyon jó volt ez a fight, főleg a GPL Sanctification-je, egyértelműen GPL-nek ez a fő, ez a main karaktere, amivel a legtöbbet játszik és a legjobban játszik. Sanctification valószínűleg a föld a legjobb emberé alatt van most. És a Morspit. Egy emberes morspit, és nem nagyon van rá follow-up, bár mégis meg tud halni egész könnyedén lesz Marturionnal. De viszont 4-4 ellen. 4-4 ellen, és a Dignitas HP-gyűleg kicsit rosszabb helyzetben van, ráadásul nekik healer sincs. Még Buds közben visszaért a csapathoz, így a teammate újra új erőre kap.
És megszerezheti az immortált egész gyorsan. Saját immortáljuk alatt. Mert verték el a Team Dignit azt. Jól használták a Sanctification-t, az nagyon jó volt, utána volt probléma, hogy a Moshpit-tel Moshpitre már nem volt semmi, amivel vagy megszakítsák, vagy Malfurion-t védjék meg. Nem, ráadásul a Moshpitre érkezett szegény Malfurion-ra egyedül a Sulfurous Smash is. Stahúzás! Na ilyet sem szoktam látni, negatív irányba csúszik el, és a Prizmát úgy húzza. Ez gyönyörű volt. Ritka és veszélyes húzás. De nem volt rossz. De sajnos nem volt elég damage-ig ahhoz, hogy Dignitas-t lecsengjenek egy játékost. Valószínűleg dől az első fort, az Immortált nem tudja megállítani a Dignitas egyenlőre. De bácst, akár igen. Nagyon szép az első kill meg is van. Nagyon szép a sugár menére, menének vissza kell mennie. És a második kill is Limingen landol, most már megölték akkor Prizmát is. Glarung és ETC-vel meg tudnak-e menekülni, Justing. Hát, Justing egyedül. És így rúghatnak egy fortot akár. Megnézzük, hogy a Dignitas mennyire vállalja. De igazából négy ember halott, négy csak most érkezik Buds. És ETC-vel Justing tényleg vissza is megy, átadja ezt a fortot könnyedén ingyen. Nagyon drága push volt ez a teammate számára, elszámolták magukat, úgy gondolták, hogy az Immortál jobban fog segíteni a teamfightban. Nek meg is lett az ára, és az egész immortálos helyzetből a Dignitas sokkal jobban jött ki. Egy teljes szint az előnyük. És Snitch kezdi az immortál utáni kempet, még alul Prizma hozzá el. A Ragnarosszal. De egyértelműen látszik, hogy mind a két csapat tudja, hogy éppen miben mesterkedik a másik. Hát ugye most úgyis van a kempre idő, más nem is nagyon lehet csinálni. Az léneken már nem lehet kint maradni egyedül. Jó döntések ezeket elhozni. Ugye most kell fejben összerakni, hogy hogyan kéne bemenni fightolni, vagy milyen felállást kéne használni. De ehhez tudni kéne az Immortálnak az elhelyezkedését, ami még talán. Ugye fent vannak a talentek. Láthatjuk az Ice blokkot, az nagyon szükséges a Malfurionnak, hisz ő volt az első halott az egyik teamfightban. Hát az Ice Block meg a Twilight Dream sokszor kéz a kézben jár, a Twilight Dream-mel be kell menni és valahogy muszáj is túlélni, miután elnyomta. A másik, amit szeretnék kiemelni a GPL-nek, az 50%-os lassítása 13-as szinten, az annyira nagyon erős, hogy egy rúgtal felérő lassítást láthatunk. Hát annak a lassításnak köszönhetően a Dignitas diktálhatja a tempót, hogy a teammate ott legyen, ahol ők akarják. És Zélia! Zélia kapott Justintól egy szép szent, és JPL-nek menekülnie kell valahogy, nem volt jó húzás Glarungtól. És egy ember védekezik a Dignitas-tól, JPL ugye elhasználja a Sanctification-nyit, de ezzel nem túl sokat ér el, át is adják, és az első kört valószínűleg könnyen megszerzi a Team 8 csapata. Akár még a második is meg lehet, nagyon gyorsan lehozták, még 10 másodperc csak addig, amíg Zélia leéled. Aztán nagyon szép volt Justintól, az a csúszás kellett. Zélia nagyon jól játssza ezt a trészet, de sokkal jobban örültem volna, és szerintem ezzel te is egyetértesz egy Valának, aki ugyanúgy range-et, és sokkal nagyobb sedzése van itt Immortálnak. Snitchet húzzák el, hatalmas bajban van, nincsen cleanse egy percig, és valahogy majd meg kell állítani a Moshpitet is, hogyha elkezdi, mert még elérhető, és JPL hal meg, nincsen Sanctification. Snitch is követheti, bár jó volt a root. És még becsapódott azért egy utolsó Sulfurous Smash Snitchre, de az már nem volt elég, hogy utolérjék. Közben Zélia érkezett vissza és Yodát piszkálja. De valószínűleg ez az immortális a Team 8 kezére kerül. Nincs mitől tartani a teammate-nek, nincs frontline a Dignitas-ba, így nem tudnak bemozdulni. És alul ugye pusol majd a teammate a Immortállal. Teammate-nek azért most jobban kéne kihasználni ezt az Immortált, mint az előzőt. A 40-es stack a
az nagyon segíteni fogja azt, hogy meg az Immortálot meg tudják védeni. Ugye le is esik az a port egész gyorsan. De jó volt ez a blokk! Bár most egy ideig nem elérhető, így nem tud kijönni Twilight Dream-ezni. Viszont ha eltalálják, akkor már ott meghal, és akkor se tud Twilight Dream-ezni, úgyhogy az nagyon kellett oda. Nagyon szép reflexnek láthattunk láthattunk. És ugye hátulról a Molten Core osztja azt a brutális sebzését. Talán majd most engage-elnek ki? Zélia jól sebzi Justingot, de nem vállalják túl, azért még itt van az Immortal, és nem kéne elveszíteni ezt a képet. Nagyon jó GPL-nek az engage, és a Holy Ground-dal Jujjot Horrify, és eltűnt EPC. Nincsen frontline, Glarung az Artanis-szal biztos meg is fog halni. Sőt, Dubs is követheti, farkas formában sem tud elmenekülni. És ott a root, és 3-0 az arány. Gyönyörű. Viszont a kép leesett. És az Immortal egy kicsit neki megy a kornak is, de a shielden kívül nem okoz nagyobb problémákat. Topon próbálja meg megtolni a Dignitas és revanst venni. És valószínűleg el is hozhatják ezt a fortot, ha ügyesen csinálják. Hárman ja. Halottak a teammate-től. Én is ezt szeretem volna kiemelni. Az álmos edzés, tessék, ott van Zélia hatalmas burst-je, amiért el is hozták. Hát így kellett csinálni, srácok. Dignitas helyezkedik a felső mercenary campre, lévén, hogy a teammate még messze van, ráadásul most éled le Buds az ötödik tag. De a teammate ezzel teljes mértékben tisztában van, ők indulnak a lenti mercenary campre. Így közben meg tudja szerezni a Dignitas a középső campet, ugye ezt már nem muszáj timingolni, időzíteni. Mert azt a lane-t már megnyerték, amúgy is pusholva lesz, nem muszáj energiát fektetni erre. Fontosabb a pozícionálás, és egy egész csapat pozícionálása egy pontban már nem kifizetődő, inkább a 20-at kéne megszerezni, és védeni az alsót. Dignitas nagyon nagy előre tudna szert tenni, hogyha a következő Immortal előtt vagy valahogy össze tudná szedni a 20-as szintet. Artanis beáldozzák, hogy időzítsék azt a campet, egyetértek a gondolattal. És az Immortálok, ami amennyiben ismét a teammate lesz, akár a meccset el is döntheti. Dignitasnak ugye, hogyha megszerzi az Immortált, azért még két forton kell átverekedni magukat a core előtt. Hát az ilyen... Láttad, hogy milyen sebességgel porlatt el az a kép is. Nem tart az már sokáig, valószínűleg tényleg az utolsó Immortált láthatjuk, nagyon szép az Zélia, JPL Holy Ground-ja, amivel kizónáz. Teammate nem mer bemenni. Tisztes távolságot tartanak a Dignitas-tól, de JPL és Zélia próbálja kisebb sebzéseket osztani. El is indul mené Gul'dannal védekezni, muszáj lesz neki. De most szükség lenne rá, mert Justing volt bajban, ha itt van, elég jó sebzésük lett volna. Most valószínűleg ki kell lépni, Team 8-nek is majd védekeznie, ezt kihasználhatja a Dignitas, és inkább fightot kezdeményezni, így az 5 ellen hiányzik, nagyon hiányzik a simplification, meg is jött. Úgy, jól csinálják, srácok, de sajnos ott volt a moshpit, és Snitch halt bele. Úgy, jó volt JPR-re a húzás, de ő a root előtt használta a kard használását, így elbír teleportálni, de már nem tudja senki megmenteni. Prismát még talán elhozza, és el is hozza a gyönyörű megmozdulás. Két ember egyért. És a bossra a Team 8-nek van lehetősége élni. A kevés HP van, bármiféle CC meg lehet ölni, meg is halt. Bajban a Dignitas. Ez az Immortál nagyon úgy tűnik, hogy ismét a Team 8-é lesz, ráadásul csak egy fort áll közte és a kor között. Illetve Zéla valószínűleg már nem éled le, hisz 50 másodperc. Hogy megérkezzen újra a csatatérre. Az még sok idő, addig megjelenhet, ugye 20-30 másodperc, mire odaér, azért lesz itt idő. Inkább azt nem tudom, hogy oldják meg, hogy egy full shieldes Immortált a 19. percben, hogy a francba lehet megállítani? Főleg, hogyha támogatja egy teljes adat teammate.
Gyönyörű játék, Justin védekezik, vagyis próbálja trappelni a bokorban az embereket, de nem mozdul arra senki. Ugye sikeres védekezés után a teammate még csak utazik, így adva egy kis lehetőséget a Dignitasnak, hogy levédje ezt. Nem vagyok benne biztos, hogy meg fogják ezt tudni állítani. KPL Holy Ground, nagyon szép a zónázás, kell is, szükséges nagyon. Még mindig van a shieldből, ez nagyon tud fájni. A Sanctification, sőt minden heroic ability bent van. De a mospit is, ó, de szép volt ez a fér, de várható az a mospit. Ójjjjjjj, mekkora sebzés volt, és előjött a Super Smash, ami sokat késett. Nagyon jó az Ancestral Healing Prismára, Prisma így túléli, és GPL-től is tudja kergetni. És már csak meg kéne valahogy védeni az Immortal-tól a kort. Ez sikeres, gyönyörű. Látszik, alá becsültem a Dignitas-t. Valami könnyedséggel, vagy meglepően könnyen megállították a teammate-et és az Immortal-t. Összesen három épülettel túléli a Dignitas ezt a fightot. Van nekik egy kapu középen, egy kút középen és egy kor. Megpróbálják a pusolni és keepet elhozni. A Fortress biztos leesik, ez nem talány. De tovább hogyan mennek? Hát megvan a 20-es szint. Mindenki jóval erősebb lett. A Nexus talent erejeit nem szabad alábecsülni. Ki is jött a Molten Core. És talán ez hibának mondható, mert mire egy Immortalt elhozna a Team Dignitas, ha az övék lesz, a Molten Core nem lesz elérhető. Mondjuk ezt hozzátenném, hogy a Dignitas nem sok Immortalt hozott el eddig. A játék végén egyet kell elhozni, amivel nyersz. de jó volt a rúd! És így könnyű a disengage. XP-ben előrébb a Dignitas, de ez ilyenkor már nem számít olyan sokkal, viszont lényegben a teamét egy hajszálnyival jobban áll, lévén, hogy a lenti lénen nekik még van egy képük. Hát kétszer jobb a lénállás. Nagyon jó hologram, nézd meg mennyire tökéletesen kizónáz mindenkit. Nincs egy kicsit túlságosan túl megy, és a Holygrounddal újra jól játszik. Bent van még a Sanctification, használni kéne, gyönyörűen használja is, de... Nagyon jó az Ancestral Healing, de nem lesz elég. Laurung elesett, és Prisma is bajban van, közben menne menekül a sugár elől, illetve ETC is gondokkal küzd. Prisma halhat még meg, így már nem is lesz szükség a korra, vagyis az Immortalra, de még... Mivel kevés a HP és a Leamingnek hatalmas a sebzése, önmagában nem próbálják meg ezt meglépni. Valakinek vissza kell menni védekezni, ezt majd Mené fogja megtenni, és egy full team wipe. Egy regár menekül még messzire, így nem teljes a kill, de Buds próbál backdoorozni, ezt Mené nem fogja hagyni, bár 74%-os az a core HP. Egy rás 60%! Buds, mit csinálsz? Buds, nem lesz elég HP-d. Szép volt a shield, de ez nem elég. 50, 40, 30, 20, gyönyörű játék, 3 siege camp, GG. 1-0 a Dignitas javára, a teammate-tel.